felesége nagyon jó zongorázott. Zongorajáték töltötte be a Szent István Király Múzeum rendház épületének látogatóközpontját vasárnap délután. A közönség Munkácsi Mihály életéről, munkásságáról hallhatott, közben pedig a festőművész számára fontos dallamok csendültek fel. Ez az előadás nagyon fontos számunkra, hiszen Munkácsi életéről, műveiről fog hallani a közönség, illetve talán egy-két olyan fontosabb zeneművet választottunk, amely Munkácsi életéhez kapcsolódik, illetve úgy gondoltuk, hogy a festészetet és a zenét össze tudjuk kapcsolni, illetve ezekkel a gyönyörű művekkel egy szép délutánt okozhatunk a közönségnek. A látogatók megtudhatták, hogy Munkácsi kiválóan fütyült, amely annak is köszönhető, hogy gyerekkorában asztalosinas volt, és munka közben sokat fütyűrészett. Később koncertet is adott például 1882-ben Budapesten. Nem áll távol Munkácsitól a zene, sőt, nagyon muzikális ember volt, sőt, én azt mondom, hogyha nem festőművész lesz, akkor ő zenész lett volna. Olyan jó füle volt, jó hallása volt. Nagyon érdekes dolog, hogy nem csak jó barátai voltak a zenész körökben, hanem önmaga is gyógyítólag vagy tekintett a zenére, mint hogy őt ez felemelte, szerette a nótákat, az akkoriban divatos nótákat, a népdalokat, szerette a klasszikus zenét. Ugye hát tudjuk, hogy Mozartot megfestette, Lisztet megfestette, ugye Liszttel jó barátságban is volt. A délután során megszólalt Liszt Ferenc zenéje, hiszen a zeneszerző a festőművész barátja volt. Elhangzott Munkácsi egyik kedvence, a Nagypénteken mossa a holló című népdal, és természetesen az Ave Máriát is meghallgathatta a közönség.